Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy a feliratból is látni, megint a Rangerrel fogunk foglalkozni. A Ranger és a terminálos munka együttesét fogjuk megismerni. Azaz, elvárható, hogy terminálos munkát is megkönnyítse. Miért? Azért, mert előfordulhat az, hogy bár a Ranger készítője, esetleg te, nagyon sok billentyű kombinációhoz megfelelő parancsokat rendeltél, de igazából előfordulhat olyasmi, hogy bizony, vannak olyan parancsok, olyan teendők, amihez nem rendeltél billentyű kombinációt. Azaz jó lenne, hogyha ezt valamilyen terminálos, beírogatásos módszerrel meg tudnánk oldani. Azaz parancsokat szeretnénk futtatni. Nagyon sok belső parancsa van a Rangernek, azaz van lehetőség, például a múltban elkövettünk olyan, hogy beütöttük, hogy kettős pont, rename, azaz átnevezés. Ez nem egy terminálos parancs, hanem az ő saját belső parancsa. Rengeteg ilyen jobb, még jobb és nagyon jó parancsot összeszedegettek, és nagyon ügyesen megcsinálták azt a lehetőséget, hogy ezeknek a belső parancsoknak a neve megegyezik a terminálos parancsal. Azaz első körben nézzük meg, milyen lehetőségeink is vannak. Hogyan nézzünk meg bármit a Ranger alatt? Beütjük a kérdőjelet és kiválasztjuk nem a manpage-et, nem a kélyeket, hanem a kommandokat szeretnénk, a parancsokat megnézni, ráütünk a C betűre. A C betű után előugrik egy elég hosszú leírás. Lehet látni már az elsőnél is, hogy kettős pont alias. Azaz van alias lehetőség a Rangerbe is, természetesen máshol is, és ezt ki lehet használni. A kettős pont és a belső parancs nevével tudunk bármilyen parancsot, bármilyen belső lehetőséget, a Ranger által adott parancsot meghívni. Nézzük is meg úgy gyors áttekintéssel. Van az előbb emlegetett bulk rename, és itt a CD parancs is. Itt lehet látni CD parancs is. Lépj abba a könyvtárba, megegyező parancs nevek vannak, CH mód. Azaz lehet látni, hogy odafigyeltek arra, hogy ne kelljen különböző parancsneveket megtanulni, és azokat használni, hanem egy az egybe átvették azt a nevezéktant, amit a BAS, vagy akár az ESH, vagy akár melyik Shell használ. Azaz a CD parancs, a CH mód parancs, kettős pont, és a parancs neve, az bizony megegyezik a terminálos dolgokkal. Azért azt el kellene mondani, illetve hát úgyis észreveszitek, hogy ezek a parancsok kevésbé jól paraméterezhetőek, használhatóak, jól használhatóak, de gyakorlatilag nem fogják lefedni a terminálos eredeti Linuxos, Unixos parancsokat, hiszen ezek csak arra készültek, hogy bizony gyorsan, kényelmesen tudjunk dolgozni. Nézzünk is meg egy ilyen parancs használatát a helpből, vagy egyéb ilyen dologból. Hogyan lépünk ki? Kettős pont Q, és meg is kaptuk. Bemegyünk a tesztkönyvtárunkba, ott biztos nem követünk el semmit, és beütjük azt, hogy mkdir. Azt hiszem, ezt mindenki ismeri, csinálja egy könyvtár parancsot, és ide írjuk, hogy aha. És enter, és lett is egy aha nevű könyvtárunk. Azaz ezek a parancsok, belső parancsok, nagyon jól használhatóak, ha tudod, hogy mire van lehetőség. Ott a helpet érdemes átlapozgatni, mert nagyon-nagyon sok olyan belső parancs van, amire az ember úgy igazából nem gondolna. Átnézzük, illetve átnézett saját hatáskörbe, és utána megjegyzett, hogy ez is, az is, meg amaz is, arra van ottan lehetőség. Azaz nem csak ilyen, hogy CD, MKDIR, meg CH mód, egyéb kis egyszerű parancsokat lehet ott kiadni, hanem összetettebb, és esetlegesen olyat, ami alapból nincs a BAS-ba, ZSH-ba, azaz a SELET-be, így bizony a belső parancsok használatát érdemes átnézni. Lehet látni, ez kényelmes dolog. A belső parancsokon kívül természetesen futtathatsz te egy külső parancsot, azaz a BAS-ba, ZSH-ba, azaz a SELET-be megszokott parancsokat. Erre nagyon kényelmes lehetőséged van, természetesen gondoltak a Ranger készítői arra, hogy bár ők összeraktak egy parancskészletet, bár ők csináltak egy csomó gyors billentyűt, de azért ezeket a külső parancsokat, a Shell parancsokat, saját skripteket nem biztos, hogy te szeretnéd beintegrálni a Rangerbe, hanem külső megoldással, mondjuk egy skripttel szeretnél futtatni valamit.
Miért? Mert nyilvánvalóan egy script bárhonnét elérhető, és természetesen a Shellert parancsai bármely terminálból elérhetőek. Ők is lehetőséget adtak első körben bemutatott módszerre egy kicsit szükebb, majd a későbbiekben rátérünk egy kicsit bővebb megoldása. Azaz, hogyan tudsz egy terminálos parancsot beírni? Úgy tudod beírni, hogy nem kettős ponttal kezdődik. A külső parancs, a shell parancs, a scriptek indítása úgy indul, hogy vagy a felkiáltó jelet, vagy az S betűt, vagy a kettős pont shell-t beütött, én a felkiáltó jellel előhívom a shell parancsot. Ez egy belső parancs, azaz azt mondjuk a rangernek, hogy ami ezután jön, az a shellhez tartozó parancs, és ne a sajátodat használd. Ez nagyon fontos eltérés, hiszen mondjuk a CD parancsot futtathatod itt is, illetve futtathatod kettős pont CD parancsal. A kettő között az a különbség, hogy míg a kettős pont CD parancs az a Ranger belső utasítása, azaz esetleg legyen egy másik példa az MKD, vagy egyéb az egy szükebb lehetőséget adó parancsmegoldás, a shell, kettős pont shell, MKD az egy bővebb megoldást adó parancs, ami a megszokott shellben használható MKD-t fogja meghívni. Azaz nézzük is meg. Hát bizony itt van a shell, be van írva, ezután jön a parancs. Akármilyen parancsot használhatsz, akármilyen terminálban megszokott scriptet futtathatsz, aliasokat, tehát ami az aliasok között van definiálva neked, az nem fog működni, erre figyelj, van rá megoldás, hogy beintegráljuk a range-be ezeket az aliasokat, amiket te szívesen használsz és összekészítettél, de ez egy másik téma lenne, nem erre szeretnék kitérni, csak felhívom a figyelmet, hogy aliasok nem futathatóak. Miért? Mert a Ranger nem hív meg egy alap terminált, és természetesen, ha nem hívsz meg egy terminált, az nem fogja beolvasni a te terminálos bas ZSHRC-det, mivel hogy nem olvassa be, a zabba lévő parancsok, azok bizony aliasok nem fognak neked működni, mert nincs beolvasva az, hogy alias, saját aliasokat a Rangeren belül definiálhatsz, de ez is egy másik téma. Oké, shell parancs. Futtassunk egy scriptet. Futtatni szeretnék egy scriptet, amit én írtam, nagyon összetett parancs, körülbelül két sor, húzd alá az összes itt lévő könyvtár, illetve file névbe a space helyett egy aláhúzást szeretnél. Ennek a neve alá, ha? Nem, nem ez a neve, de hogyha a tabra ütsz, kiegészíti. Azaz nagyon kényelmes dolog, hogy az alapparancsokat, illetve a padba, az elérési útba lévő parancsoknak a nevét ő tudja, felderíti, és egy tabbal kiegészítheted. Azaz, hogyha hosszabb a parancsnév, a scriptnek vagy a parancsnak az egész nevét nem kell begépelgetni, hanem egyszerűen csak egy tabbal kiegészítheted. Nagyon szépen működik, indítsuk is el, és elindul a parancs. Látható, és én pontosan azért ezt használom jelen pillanatban bemutatása, hogy egy terminál ugrik elő, és a Ranger-ed eltűnik. Azaz meghívja a terminált, amiben ő benne van, és természetesen, hát bizony, ekközben nem tudod használni a Ranger-edet, hogyha ez a parancsnak a lefutása esetlegesen órákat, perceket, vagy akármilyen hosszabb időt venne igénybe, de majd ezt is ki tudjuk cselezni. Jó, oké, futassuk is le a parancsot, tehát két kérdésre kellett választani, és el is végezte a saját munkáját, aláhúzogatta a könyvtár névbe, file névvel lévő space-ek helyett egy aláhúzást tett. Ennyi, tehát beírhatsz bármilyen külső parancsot, shell parancsot és scriptet, de aliasokat nem, és így tudod használni. Mi a kettő közötti különbség? A belső parancs kettős pont és a parancs neve, a külső, tehát nem a Rangerbe beleírt parancsoknak a neve, természetesen úgy hívható meg, hogy bizony beírod, hogy kettős pont shell, vagy beütött, hogy felkiáltójel, vagy megnyomod az S betűt, az S betű lenyomásával is ugyanúgy előjön a shell, és az nagyon kényelmes dolog. Ami neked kézre áll, azt fogod használni, és természetesen a konfigurációs fájlba ez is átírható. Azaz már egy külső parancsot alapszinten meg tudunk hívni, és alapszinten
teljes mértékben tudjuk használni, nem csak egy darab parancs nevét vagy a scripted nevét tudod beírni, hanem ide beírhatsz felparaméterezett parancsot is, tehát akármilyen jó hosszú paramétereket is megadhatsz, ugyanúgy fog működni az az alsó csík, mint egy terminál, oda azt írsz be, amit kell. Ez nagyon kényelmes dolog, hiszen van egy fájlkezelőd, amivel gyorsan tudsz navigálni, gyorsan el tudod pár billentyű leütésével az összes olyan feladatot látni, amire fel van készítve, vagy felkészítettette, azaz beleírta a konfigurációs fájlba. Azaz fájlkezelés mellett, hát ez jó lenne külső mindenféle parancsokat is elvégeztetni. Egyrészt el tudjuk végeztetni a belső parancsokat, másrészt pedig természetesen egy komplett, egyértelmű és jól használható parancsort fogunk kapni, ami pontosan úgy működik, mintha egy terminált nyitottál volna. Ha egy fájlkezelőt használok, természetesen elvárás, legalábbis számomra, hogy bizonyos helypótlók, regexpertek hasonlókat adjon ő. Azaz szeretném egy parancsban, akár külső, akár belső parancsban, akár saját magam által írt makróban, scriptbe, amit bele tudok tenni a ő konfigurációs fájlába, vagy esetleg külső megoldásokat használva, bizony, hát jó lenne, hogyha olyasmiket is tudna, hogyha kijelölök egy könyvtárat, kijelölök egy fájlt, akkor azzal végezze el a parancsot, azaz jó lenne, hogyha definiálni tudnám, ilyen kis belső változókkal, vagy reguláris expertekkel, vagy ilyen helypótlókkal, ki hogyan hívja, azokat a gondolatokat, amiket én szeretnék megtenni. Ilyen például, hogy töröld ki azt a fájlt, ami ki van jelölve. Oké, ez egy olyan dolog, ami egyértelműen a fájlkezelő tud, de hát azért, hogyha ilyesmit szeretnél definiálni, hogy csinálj valamit a kijelölt fájllal, és azt szeretnéd a rangernek megmagyarázni, akkor természetesen erre is van mód. Oda mentek a honlapjukra, vagy meghívod a helpet, vagy ami neked tetszik, a mant, ami éppen kézre áll, én a honlapon mutatom be, pár darab hozzá kell tenni, hogy ahhoz képest, hogy én a Space FM-hez mihez szoktam, vagy esetleg egy-két grafikus megoldáshoz, bizony mihez szoktunk, természetesen itt egy kicsit szükebb a lehetőség, amit általában szoktunk használni, a kijelölt fájlnak a megnevezése, tehát a százalékjel F betű beírásával megmondod a rangernek, hogy bizony a kijelölt fájlok, kijelölt könyvtárakkal, vagy a kijelölt akármikkel végezze el csak azt a munkát, vagy van olyan, hogy a kijelölt a jelenlegi könyvtárnak az elérési útját másolja be, helyettesítse be a parancsba, nem sok, aláírom, van, ahol bővebb ez a lehetőség, de megítélésem szerint bőven, azaz nagyon-nagyon bőven, meg tudjuk oldani ezekkel a helypótlókkal, hogy makrókat írunk, parancsokat írunk, és elvégezzük a munkát. Egy példát, egy nagyon egyszerű példát szeretnék mutatni, amivel hát úgy érzékeltetem, hogy bizony erre van lehetőség, és ezt meg tudjuk csinálni. Különösebb probléma, különösebb hozzáértés nélkül. Beütjük, hogy nagy X, azaz meghívjuk, a múltkor már megbeszélt, hogy van olyan parancsod, illetve kiegészítési lehetőség, amivel eléred azt, hogy bizony a nagy X beírásával megnyíljon a konfigurációs fájl, javított, szerkesztett, kiegészített, majd mentés után automatikusan életbe lépjen. Na, hát ez volt a kitérés. Nézzük meg azt a példát, amivel én érzékelteni vagy bemutatni szeretném ezt a nagyon egyszerű dolgot. Map BM. Tehát megbeszéltük, a map parancs, vagy jelzéssel mondjuk meg azt a rangernek, hogy bizony ez egy betűjön, 2, 3, 4, egy betűjön, és hogyha azt én majd beütögetem, akkor a mögötte lévő akármit, parancsot légy szíves végrehajtani. Ezek lehetnek beépített parancsok is, amire számos megoldás látsz a konfigurációs fájlban, vagy lehet egy külső parancsnak a meghívása is. Úgy indul, hogy map BM, tehát ha beütött, hogy BM, akkor a következő parancsot hajtsa végre. Ide írod, hogy shell. Gyerekek, ezt már sejtjük, hogy egy shell-t fogunk meghívni, és utána valamit
csináljon, hogy lényegtelen, hogy éppen mit csináljon. Számunkra ez a lényeg, hogy a bizni, tehát a bázis nevet, tehát a név, a fájlnévnek egy részét, aha, de most melyik fájlnévnek, hiszen itt mi nem fogunk beírni, hogy báze, náme, és ilyen meg olyan fájlnév, és szeretnénk a kijelölt fájlra, ami ki van jelölve, arra hivatkozva valamit csináltatni vele. Gyakorlatilag szeretnénk ebben csináltatni egy könyvtárat azzal a névvel, ami bizony ott van az orrunk előtt, és ki van jelölve. Egy fájlt kijelölök, ami kijelölt fájl, abból készítünk egy könyvtárat. Hogyan? Hát hogyan mondom meg a Rangernek azt, hogy bizony a kijelölt fájl legyen az, amivel dolgozunk? Hát bizony a százalékjel F-fel. Ez nagyon egyszerű dolog, hogyha ezt a pár dolgot, amit az előbb láttatok, és most is felvillantok, ezeket megjegyzitek, abból 2-3-at, ami fontosabb, és amúgy is eléritek a helpet, akkor már így tudtok hivatkozni. Azaz, hivatkozok arra a kijelölt fájlra, amivel valamit kell csinálni, és nem kell beírni a fájlnak a nevét. Nézzük is meg, hogy hogyan működik ez. Annyit tesz, hogy a fájl névvel készít egy könyvtárat, természetesen kiterjesztés nélkül, és az ugyanilyen fájl nevű dolgokat, ami hasonló a neve, de a kiterjesztése nem számít, bemásolja ebbe a könyvtárba. Hát nézzünk is rá egy példát. A példa nagyon egyszerű, létre szeretnék hozni egy könyvtárat, amiben bele fogja másolni nekem az egy JPG nevű dolgot. Nyilvánvalóan én az MKDIR egy felkiáltású parancsot is meg tudom tenni. A lefutás nagyon egyszerű, szeretnék az adott kijelölt, akármelyik 4-es JPG-hez egy könyvtárat készíteni, és az összeset legyen szélesre belemásolni. Hát hogyan fogjuk ezt megoldani? Természetesen beütjük, hogy BM, és lehet látni, a 4-es fájl eltűnt, mert belemozgatta a 4-es könyvtárba. Azaz hivatkoztam a százalékjel F-fel a parancsorba arra, hogy bizony a kijelölt fájllal légy szíves dolgozni, és légy szíves egy könyvtárat létrehozni, és légy szíves azt a fájlt, az ilyen nevű fájlt belemásolni. Ez nagyon egyszerű dolog, de pontosan megfelel annak a elgondolásnak, hogy be tudom mutatni, hogy hivatkozhatok, megmagyarázhatom a Rangernek, hogy légy szíves azzal a könyvtárral, azzal a fájllal, azzal az akármivel, azzal az elérési útvonallal, légy szíves kell valamit csinálni, nem mással, nem kellett beírni a MKDIR és a könyvtár nevét, nem én találtam ki, hogy annak a fájlnak mi a neve, és írtam be, és nem én készítettem el a könyvtárat, hanem ő neki megmagyaráztuk, hogy bizony a kijelölt fájllal kell valamit csinálni. Ez nagyon hasznos. Első körben én úgy gondoltam, hogy minek hülyeség. Persze ez már régen volt. Egy idő után rájön az ember, hogy első gondolatra ezek nem annyira izgalmas dolgok, hogy hát bizony, én meg tudom csinálni, hogy MKDIR 4, és akkor megcsinálja a könyvtárat. Igen ám, de hogyha ez hosszabb nevű könyvtár, mondjuk egy 25-30-40 karakter, és ebben vannak aláhúzások, különleges jelek, egyebek, akkor azért begépelgetni nem olyan kényelmes, hanem érdemes használni ezeket a reguláris expert szerűségeket, hívhatjuk akárhogy őket, mert kényelmesebbé, gyorsabbá teszi a napi szinten, napi rutinként ismételt dolgokat, és egyértelműsíti a parancsot a Ranger fele. Egyértelműsítjük a Rangernek, hogy melyik fájllal, melyik könyvtárral, melyik akármivel szeretnénk a parancsot végrehajtani, így bizony az elütés veszélye, az unalmas gépelgetés és a tévedés veszélye sok esetben lecsökken nullára, hiszen amit te kijelöltél, azzal fogjuk elvégezni a parancsot, azzal fog dolgozni a Ranger. Érdemes átgondolni a használatát. Ahogy láttátok, a Rangerbe elég szépen lehet parancsori dolgokat behozni, azaz tudunk egy ilyen parancsorba terminálos parancsokat, skripteket futani. Ennek van egy-két hátulütője.
Az első gondolat az, amit már láttatok, és ott is céloztam rá, hogyha elindítotok egy hosszabb parancsot, ami mondjuk 5-10-15 percig tart a lefutása, mondjuk egy erőteljesebb tömörítési, konvertálási parancsot, akkor a Ranger elé odaugrik a terminál, és nem tudod a Ranger-t használni. Ezt valahogy meg kéne oldani, illetve olyan megoldásokat kéne kitalálni, és természetesen van, amiben esetleg egy olyan parancs beütése után, aminek van egy kimenete, és azt te látni akarod, az alapesetben mondjuk a free parancsnak próbáljátok is ki. Jelen pillanatban üssétek be azt, hogy felkiáltójel free, és utána látjátok, hogy jó, lefutott a parancs, de a kimenetét nem látod egyszerű alapesetben. Azaz erre való gondolatot, ezt a problémát érdemes megoldani. Az első gondolat az természetesen, hogyha van egy hosszabb parancs, és nem akarom, hogy a Ranger-t lefoglalja, akkor mit lehet csinálni? Nyissunk egy másik terminált. Nyissunk egy másik terminált. Hát nyitottam egy másik terminált. Mit látunk? Azt látjuk, hogy a megadott saját könyvtárba, tehát az alapértelmezett könyvtárba nyílik meg. Mi ezzel a probléma? Ezzel a probléma semmi. Valljuk be őszintén, ezzel semmi probléma nincs, de természetesen egyetlen egy gondom van. Az, hogy én nem ott voltam. Azaz elindítottam egy natur, teljesen új terminált, de nem abba a könyvtárba, amiben én ücsörögtem. Ez azért kellemetlen, mert hogyha olyan a parancs, ami azt teszi, hogy az adott könyvtár összes alkönyvtárát légy szíves összetömöríteni, és itt vagyok, elindítok egy másik terminált, akkor mi a probléma lényege? Hát nem annak a könyvtárnak az összes alkönyvtárát, hanem a gyökérkönyvtárnak az összes alkönyvtárát tömöríteni be, hogyha abba a terminálba bepötyögném, hogy cippal, ez a parancs a scriptnek. Hát bizony ez nem igazán jó, pontosan azért szeretem az egypanelos megoldásokat, mert nincs olyan tévedési lehetőség, hogy 2-3-4 panel, ami előugrik, előtted van, az egyiket látod, és a másikba indul el esetleg a terminál. Azaz erre nagyon figyeljünk, ez egy ilyen helyzet. Na, ez nem egy jó megoldás. Oké, mivel tudjátok, hogy a kittit használom, indítsunk még egy kitti terminált, azaz osszuk meg ezt az ablakot, amiben a Ranger van két fele, hiszen a kitti alkalmatosra, megnyomjuk a Ctrl, Shift és Enter, kaptunk egy megfelelő alapbeállítású terminált. Mi itt a probléma lényege megint? Az, hogy a főkönyvtáramban nyílod meg. Hát ez igazából nem túl jó. Kényelmes dolog, valljuk be, az ilyen megosztott terminálok nagyon kényelmesek, mert itt is, meg itt is, esetleg más felállásba, más beállításba is 2-3-4 terminált láthatunk egymás mellett, amivel mondjuk indíthatnánk itt is egy másik Ranger-t, és akkor az egyikbe dolgoznánk, a másik meg szépen eltűnik, a tömörítés akármilyen hosszabb feladat az folyik, és akkor semmi problémánk nincs. Oké, ez is egy megoldás, természetesen, de nem túl elegáns. Nem túl elegáns, és ezekre a problémákra a Rangernek a készítői természetesen alapesetben is gondoltak, azaz mi a Rangerön belül meg tudjuk oldani azt a problémát, amiről az előbb beszéltem. Na hát ennek örömére becsukom az ablakot, a plusz ablakot, amit az előbb nyitottam, és nézzük meg, milyen terminál, egész terminál előcsalogatási lehetősége van a Rangernek alapesetben, ha nem állítottad el, és nem másik billentyű kombinációhoz rendelted, a Shift nagy S betűvel kapunk egy terminált, azaz átugrunk egy terminálba, eltüntetve háttérbe a Ranger-t, de mi ennek az előnye? Nézzétek meg, abba a könyvtárban nyílott meg a terminál. Ez grafikus fájkezelőknél nem egy nagy dolog, de itt egy kellemes dolognak tartom. Azaz, ezt megszoktuk. Oké, elindítottuk a terminált, elvégeztük a munkákat, de mi a hátránya? Mögötte ott van a Ranger, nem igazán tudunk azzal dolgozni, egyéb feladatokat ellátni. Oké, megoldásnak jó. Már nagyon jó, hogy abba a könyvtárba jelent meg a terminál, amiben álltunk. Egy adott script lefuttatásánál nem lesz olyan problémát, hogy másik könyvtárba fut le, hogyha ennek van jelentősége. Oké, elvégeztük a feladatot, hogyan lépünk ki. Természetesen a Rangerbe úgy megyünk vissza, hogy beütjük, hogy exit, és akkor exitáljuk, kilépünk a terminálból. Ez már úgy kezd érdekesnek tűnni, és kényelmes is.
Persze az alapfeladatra, alapfelgondolása, hogy bizony, ha futtatunk egy hosszabb scriptet, akkor a rangert, az adott megnyitott rangert nem tudjuk használni, nem teljesen jó, de már haladunk a cél fele. Természetesen, ahogy mondtam, a ranger készítői nem hüle gyerekek, ők mindenre gondoltak, és olyan feladatok ellátására készítették fel a rangert, ami mindennapos, ami kényelmes és jó. Azaz nem azért csinálták ezt a programot, hogy megcsinálják a 101. terminálos fájkezelőt, és aztán nagyon, hát most ők csináltak, és akkor ott, hanem azért, mert ezt napi szinten gondolom használják, és a leíráshoz fordulunk megint, meghívhatnánk természetesen megint a manuált, a leírást, a helpet, egyebet, nem ezt fogjuk tenni, hanem felmegyünk a honlapra, és megkeressük a flex, azaz zászlók kitételt. Ő elmondja, hogy 1, 2, 3, 4, azaz 4 darab olyan megoldás van, ami a shell, 2.shell meghívását előtérbe helyezi, és segíti, pontosítja. Azt mondja, hogy az első a V betű, tehát hogyha beütjük, hogy 2.shell, kötőjel V, és a parancs, és akkor látni fogjuk annak a kimenetét, azaz, amit kiír az a program, azt látni fogjuk, alapesetben nem. Hát nézzük is meg, hogy mi ez, és hogyan működik. Hát első körben én nem írom be, hogy shell, hanem felkiáltó jel, természetesen, ez legalább 3 billentyű lenyomásával kevesebb, és beütjük, hogy free. Oké? Okay? Ez a parancs. Lefutott. Villant egyet a képernyő, aztán egy nagy semmink van, nem látjuk, kiléphetünk a terminálba, és akkor látjuk a kimenetét, de hát az nem túl elegántos, hogy egy kimenet kedvét kilépünk a programból. Na, lényeg az, hogy ez így nem igazán jó. A következő gondolatunk megint felkiáltó jel, kötőjel, dupla V, és free. És lehet látni, azonnal kidobta a terminált, és nem kell exitet nyomni. Értitek? Tehát nem egy új terminál, és akkor ott exittel kilépünk, hanem egy billentyű lenyomásával kiírta nekünk, hogy enterrel folytathatjuk a munkát. Oké, nagyon kényelmes, hiszen itt láthatjuk az előbbi, illetve a jelen pillanatban lévő kiírásunkat, amit a free parancs kért. Oké, ez már szép haladás. Nézzük meg, milyen lehetőségeink vannak. A T az adott programot egy másik terminálba futtatja. Nézzük is meg, ő azt mondja, hogy a nanóval kísérletezzünk, hát próbáljuk ki a nanóval, nekünk aztán teljesen mindegy, megint egy felkiáltójel, természetesen kisessel is meg tudnánk ezt tenni, vagy a 2.shell beütésével kötőjel, T, és hát azt mondta, hogy a nano, hát nyilvánvalóan a nano egy szerkesztő program, az jó lenne, hogyha látnánk abban a pillanatban, amikor használni szeretnénk, hát annélkül szöveget szerkeszteni nem nagyon lehet, hát és elindítottuk a nanót. Nagyon szépen megkaptuk a nanót, és ebbe irogathatnánk is. Igazából kényelmes dolog. Honnét tudom, hogy ez egy másik shell, máshogy néz ki, mint a általam használt shell, illetve természetesen, hogyha átmegyünk a rangerhöz, másik ablakban van. Egyértelműen lehet látni, hogy az ablakok között váltok. Oké, hogyha neked más az operációs rendszer, illetve ablak, illetve asztalkezelő rendszeret, máshogy váltogatsz, én így váltogatom, de nyilvánvalóan el fogjátok nekem hinni, hogy ide is ki van rakva, meg hát a füleken is látható, hogy másik shell. Azaz ebben tudsz dolgozni, elindíthatod, amit éppen akarsz, és közben a rangerrel is tudsz dolgozni. Egy kicsit hasonló az előbbi gondolathoz, hogy nyissunk egy másik terminált, és abba futtassunk valamit, de ezt már a rangerön belül hajtottuk végre. A rangerön belül, és nem egy külön, nyissunk valami az ablakkezelő, az asztalkezelőn keresztül egy terminált. Nagyon professzionális, én ezt szépen be is suktam. Biztos, ami biztos, ne lebegjen terminálos akármi a nagy semmibe, hiszen nem akarjuk használni. Nézzük meg még, milyen okosságokat adtak ők nekünk. Hát azt mondják, hogy van egyszer a kimenetet, nézd meg, utána enterezz le, és örülj neki, hogy látod, amit kell, visszadob a rangerre. Nyissunk egy másik terminált, és abba hajtsa végre a feladatot, azaz közben én nyugodtan használhassam a rangert, az eredeti rangert, mert a másik terminálba dolgozik. Oké, ez is egy kényelmes.
Hogyha szeretnénk egy grafikus programot elindítani, akkor használjuk az F kapcsolót, hát shell kötőjel, F Firefox. Hát ezt igazából nem fogom elindítani, kipróbálhatjátok. Természetesen működik, nagyon kényelmes, megvan a rangeröd, és elindít egy grafikus feladatot, grafikus programot, nagyon jó. Nézzük is meg, azt mondja, hogy R, tehát root jogot, emelt jogot fog adni. Nézzük meg ez, hogyan működik, visszamegyünk a Rangerhöz. Hát próbáljuk is ki, nagyon egyszerű gondolata, mi legyen ez a gondolat, frissítsük fel a rendszert, nem fog felfrissülni, mert egy fél órával ezelőtt frissítettem, de lehet látni, hogy ehhez emelt jog kell. A Rangerön belül el tudunk indítani egy emelt jogú parancs megosztást, egy parancsot, azaz ugyanebben a terminálban, a Rangerön keresztül elindítunk egy emelt jogos parancsot, scriptet, akármit, tehát lényeg az, hogy megvan a lehetőség, tehát nem kell kilépni, belépni úgy, hogy sudo, akármi parancs, hanem rögtön innét el is tudjuk indítani. Hívunk egy most kivételesen nem felkiáltó jellel, hanem S betűvel egy shellt, teljesen mindegy, de mind a hármat gyakorlom. Biztos, ami biztos, mert jó, hogyha minden billentyű kombinációt ismerünk, azért van több, mert van akinek a felkiáltó jel, két billentyű leütés, a kis S betű egy betű leütés, de máshol van természetesen, vagy bepötyögve az, hogy kettős pont shell, és beírhatjuk kötőjel R, root joggal beütjük, hogy paru, ez a frissítési parancs. Én azért hoztam ezt példának, mert ők is az apt-upgrade parancsot mutatták be, legyen ugyanaz a rendszer frissítése. Ők Debian-t, én Arch-ot használok, azaz kötőjel R, paru, enter, opa, bekéri a jelszavunkat, a jelszó megadása után le fog futni a parancs minden további nélkül. Rövidke volt, mondtam, az előbb frissítettem, azaz gyakorlatilag alkalmatos volt arra, hogy bemutassam, hogy bizony root, azaz emelt joggal parancsot is tudunk futatni, nem vagyunk hozzá kötve, hogy kilépünk, akkor utána a rangert emelt joggal indítjuk, és utána természetesen emelt jogú parancsokat is végre tudunk hajtani, hanem menet közben, mint egy normál mezei terminálba át tudunk lépni emelt joggá, és utána a feladatot el tudjuk végezni. Oké, nagyjából ennyi. Érezhetitek, hogy ez egy jó kis program, amibe a terminálos parancsor, a parancsok, a shell parancsok, a scriptek futtatása is egyéb nem kizárt, hanem egy alap lehetőség. Sokféle megoldás van, akár a saját belső parancs, akár egyéb parancs futtatására, akár a shellek behozatalára, akár parancsorba, akár terminálnak a különféle megoldására, meg tudjuk nézni a kimenetet, na hát csinálj nekem egy külön terminált, nagyon kényelmes, igaz? Adott könyvtárból egy terminált elindít, vagy azt is meg tudjuk tenni, hogy egy adott programot külön terminálba kicsapatunk, tehát abba dolgozod, miközben a rangerbe másolunk, egyebeket csinálunk, és amikor az végzett, akkor majd ő vele lesz valami, de nem zavarja a munkánkat, és ahogy az utolsó példa is volt, bizony, ő tudja azt is, hogy emelt jogot beszerez magának, és utána emelt joggal lefut az adott parancs. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó ranger munkát kívánok, hiszen ez egy kellemes, működőképes és nagyon-nagyon kezes, és ez nagyon fontos, nagyon-nagyon kezes, fájkezelő, termináros, mindenféle csicsa nélkül, mindenféle grafikus felület nélkül szépen beállítható. Az, hogyha véletlenül te nem az első három rangerös videóval kezdtél, az elsővel, be abba állítottam át, és nem így néz ki a rangeröd, akkor természetesen nézd meg az első videót, és gondold át, hogy én miért így állítottam át, én miért ezt szeretem, de ugyanezek a dolgok, ezek a terminálos és egyéb dolgok az alapbeállításnál is pontosan így működnek, csak nem kettő, hanem három oszlopos megoldást kaptok ott, de nekem kényelmesebb az, hogy kettő oszlop van, minden jobban széthúzódik, nagyobb teret kap. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és mindenkinek jó munkát kívánok.
Sziasztok!